uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra, gyerekek, hát hol volt már 6 óra? Hát de elmúlt. Mondhatjuk. Bolondozok. Simen. Mondjuk azt, hogy 6 óra. 7 óra, 8 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, megjöttünk. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok! Hello, mindenkinek. Hát igen, egy céges buli után az ember körbe ilyen állapotban van. Nagy volt, jó volt? Örögtetek, ittatok? Még mindig trüsszegem ki a kokszot, amit a Kati hasáról felszívtam. Bészt, gondolhatom. Új, de jó. Atya, akkora buli volt-e, el se hiszem. Nem volt rossz volt egyébként. Volt rétes. Az volt a vega menü? Nem, az volt a desszert. Meg rendeltem egy pizzát. Aha. Úgyhogy jó volt. Jó volt. Hát a legizgalmasabb dolog megint a bowling, illetve Balázsék párharca volt Henrik ellen. Gyakorlatilag olyan, mint a tavaly előtt és az előtt. Igen, tulajdonképpen 5 éve ismétlődik ugyanaz. Nem is tudom, miért nem sajnálom, hogy nem tudtam menni, nem is tudom. Figyelj, te igazából teljesen mindegy, mert hogyha mondjuk abból indulok ki, hogy mit éltem át tegnap este, akkor gyakorlatilag olyan volt, mint egy időutazás, mintha megállt volna. De az élet. Ja, hogy ugyanúgy, az mint tavaly. Persze, jó volt, meg lettünk dicsérve. Beszéd? Volt, hogy hívják, mondtam körözés beszélni. A pályán. Ja, te voltál? Megrendeltem ugyanazt a pizzát, amit tavaly. Utána pedig bowlingoztunk, semmit. Utána pedig 9:30-kor hazamentünk, elköszöntünk. És kész. Jó, hát azt gondoltam, hogy ti nem lesztek túlságosan nagy parti arcok. 9:30-kor, amikor ti ott hagytátok a bulit, látszott már, hogy ki lesz az, aki viszi a prímet? Hát azt gondolom, hogy Szani kezdett, Szani kollega azért úgy Roli kezdett belehúzni, a vezetőség nagy része távozott, nem, a pirosség jól érezték. Jaj, hát nem volt vészes. Levetett a piros. A piros iszonyú aranyos volt megint. Imádom a piros törőg egyébként, annyira szórakoztató. Azért is éreztük, hogy egy kicsit megállt az idő, mert a piros bowling technikája nem sokat változott tavaly óta, még mindig nem tudja értelmezni a játékot. Tehát, hogy még mindig nem tudja, hogy mi a funkció. Amikor valaki 4-szer egymás után 8 gurításból 0-t dob, azért az, érted, vagy gurít, bocsánat, akkor azért ott elgondolkodol rajta, hogy vajon mi köze van neki ehhez a műfajhoz, de nem volt nagyon, hogy is mondjam, csak nem volt nagyon hatékony, de nagyon szórakoztató volt. De nem bowling VB-n voltatok, ugye? Nem. Akkor meg nem lefér. Nem. Bocsánat, csak még lenyelem. Muszáj még cukrot bevinnem, mert nem tudok beszélni. Hogy ezt a bombát hogy benyaltuk tegnap? Ja. Hú, gyerekek. Ja, itt volt ugye a, mi ez, Nagyvárad tér? Orci. Azért az nagyon kemény lett, mikor fekszel a kórházban, és mondják, hogy akkor most föl kéne állni, azt arrébb kéne egy kicsit menni, ha nem tudsz, akkor viszünk, mert hogy találtak valami nem tudom milyen mázsás bombát, és ki kell üríteni a kórház bizonyos szárnyait. És bent fekszel az osztályon, és átvisztek egy másik osztályra, lezárták az ülői utat, a Nagyvárad teret. Hát ennek a városnak ez kész. Tehát Árpi már elmondta a beszédet, a vacsora már kihűlt, már mindenki dobott 4-et a bowlingra, amikor megérkeztünk. Körülbelül annyira elkéstünk, hogy az valami elképesztő. És amúgy mondjuk műtét közben vagy, akkor mi van? Egy nagyobb, egy komolyabb, 3-4 órás műtét, azt megállnak vele? Hát, valószínűleg leállnak. Nem tenne jót egy érsebészeti beavatkozásnak, ha egy 116 kilós rombolóbomba felrobbanna egy 100 méteres hatosugra körön belül. Szegények. De minek ez a nagy felhajtás? Sose robban fel. Egyszerűen nem értem. Mert ha egyszer fölrobban, igen, mert ha egyszer, akkor már úgy, akkor mindent újra kell, igen, gondolni. És egyébként tök igazad van, az elmúlt még x évben, amikor bombát találtak, sose volt még baj. Emlékeztek olyan, az elmúlt 40 évben, hogy találtak egy bombát és felrobban? Szerintem egy tűzszerész akkor végzi jól a dolgát, hogyha nem ott robban föl, ahol találják, hanem egy pár kilométerre arrébb. Miért nem lehet titokba hatástalanítani? Tehát azt mondani, nem, hogy nem szólunk senkinek, kimegyünk, gyorsan hatástalanítjuk, hát ott van némi hiba, százalék azért. Úgy nincs tétje hatástalanítást. Mi az ott, mama? Hát nem tudom, de szerintem nem egy bomba. Nem bomba! Nem bomba! Egy régi boiler! Beesett ide! Ja. A bácsi pedig bolondozik. De nem, hát a hatástalanításnak úgy semmi tétje nincs, a közben ha mindenkit kiürítettek a területről. Tehát a hatástalanításnak szerintem a tűzszerészek is akkor örülnének, ha közben tudnák, hogy zajlik az élet, vacsorát főznek, nem kettő fölöttük, nem tudom, laknak. Ez az egész város megbénult.
Tehát találnak egy bombát a Nagyvárad téren, és megbénul Dél-Buda, meg nem tudod. Tehát visszadugul minden. A híd, a hídat vissza. Budafoki, tehát őrület. Őrület volt. Úgyhogy jó, jó beleragadtunk. De a tűzszerészénk megint pengék voltak, mint mindig. Ők aztán tényleg nem unatkoznak. Hát gyakorlatilag nem múlik el hónap anélkül, hogy ne találnak valahol is. Látja valaki, hogy tényleg megtalálják ezt a bombát, vagy csak mondják, hogy... Vagy csak ugyanazt viszik mindenhova. Csak ugyanazt viszik. Legyen meló, nem? Nem lehet, hogy tényleg nincs meló, rohadtul nem találnak, mert már rég felszedték az összeset, és egy nagy mázsás valamit visznek körbe-kör, és mindig megtalálják, ha vonta és valahol. Baj van, megszüntetik az egységet, ha nincs több bomba. Igen, kevés a bomba találatunk, találjunk még néhány bombát. De most valami nagyobbat, mint a múltkor. Hát ők aztán tényleg olyanok, akik megdolgoznak a pénzükért. Ez biztos. Na jó van. Elmaradt a játék. Ugye néhányan kedvesen hiányolnak, az nagyon jól esik. Nekünk köszönjük szépen. Milyen, hol vagytok? Köcsögök az? Vagy ne. Majd ilyen is, de azokra nem is akarok reagálni. Nekik annyira rossz lehet egész nap magukkal nagy lenni. Meg így élni, hogy úristen. Meg nem... hagyjuk ezeket a finomkodókat. 6-tól 7-ig egyébként azon műsorvezetők, akik jelezték, hogy 6-tól 7-ig nem lesznek, 7 óra után érkeznek meg, és egyből a fizetésünkből akarják levonni, rettenetesen nyomorult. Ez ilyen embernek, tehát az a legnagyobb büntetés, ha egyedül hagyod önmagával. Tehát ez szenzációs. Szóval, hogy elmaradt a játékunk, ugye? Uh-huh. Nem játszottunk. 4-0-nál tartunk. Uh-huh. Én nem játszottam. Gyerek. Nem tudom, ha valaki behussan, ha János hét előtt gyorsan megcsinálta itt titokban, akkor de szerintem nem. Na, de valakinek adjunk akkor lehetőséget, hogy játszon velünk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló. Halló. Sziasztok, szia Jani, szia Balázs, szia Feri. Szia. Hello. 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 Hello, honnan hívsz minket? Most éppen a keleti pályaudvarnál álltam meg, amikor Anna mondta, hogy én leszek játékba, hogy felkészült legyek, és hátraköszem a sarkatokat. Ó, Dani, nincs ilyen önbizalomnak, úgy érzem. Hát tudod, ilyenkor csak próbálok egy kicsit megfélemlíteni, hogy kicsit másnaposan, kicsit fáradtan, nagyon megverjelek titeket. Nem, nem alkoholizáltunk. De ő, lehet, neked, hogy ő. Nem te vagy másnapos? Nem, hát bízom benne, hogy ti. Nem azért, direkt már számolom a napokat, hogy mikor lesz ez a buli, másnap felhívott titeket, aztán elkenem az arcotokat. Romárám, nekem csak rettenetes migrénem van, de nem ittunk. De nem baj, az vezettem, te se ittál, elég, nem? Elég én nem ittam. Nem, amennyit én ittam, abból. Abból nincs abból sok pincéset nem élne meg. Igen, nem vagyunk ki nagy alkoholizálók, legalábbis ilyen helyeken nem. Jól van, Dani, kivel szeretné játszani? Hát azt hallottam, hogy fáradt vagy, te is, Balázs. Nem, mert csak fáj a fejem rettenetesen, nem vagyok Anna mondta, hogy fáradtak vagytok, úgyhogy igazából a Balázs szeretném kicsit megtanítani, kezdjük bedudálni, meg hát megmutatni neki, hogy azért a 4-0 az nem azt jelenti, hogy minden hallgató ki szeretne kapni, úgyhogy... Húha, figyelj csak, ez a 4 se szeretett volna kikapni, csak nem. Így alakult. Igen. Ugye? Hát az a baj, hogy mindig olyanokat hívtok fel, akik legalábbis ezen a héten úgy alakult, hogy a hét nem tudnak titeket megvenni. Persze, ha nyerünk, akkor az a baj, hogy direkt olyanokat hívunk föl, ha kikapunk, akkor bénák vagyunk, tehát nehéz. Ilyen az a show, mint egy balesztelát. Hát, Dani, a világért sem akarunk nyomasztani, de 1 millió ember becsületén múlik most rajtad. Nem nyomasztatok, jó? Már megszoktam. Úgyhogy nekünk ne aggódjatok, hallgatók, hozom a kötelező. Igen. Mindenképpen rosszul jövünk ki játékból, nem? Ha nyerünk, nyomorultak, ha játszottunk, ha kikapunk, nyomorultak vagyunk, és tehát egy... De akkor már inkább Dani bukja. Na, meglátjuk. Oké, mehetünk? Mehetünk. Trina. Jó fej vagy. 3, 2, 1, fire! Na. Szia Balázs, kezdtetek? Szeretnél? Szeretném. Mondtam, hogy vele szeretnék játszani, ugye? Hallottam, persze, mondtad. Itt vagy, kicsit rosszul hallak. Headsetről beszélsz? Tessék? Headsetről beszélsz, kicsit rosszul hallak. Mikrofonba beszélek, mint mindig. Te honnan beszélsz, vagy te miről beszélsz? Én kézi telefonról beszélek, ahogy mondtam, a keleti pályaudvarról, itt jönnek, mennek egyébként az emberek. iPhone-od van? Nokiám. Ó, akkor te ilyen régi svádájú ember vagy. Mit dolgozol? Mivel van benne FM transmitter, azért szeretem, és így kocsiból is tudom hallgatni a saját zenémet, amikor reklámon nálatok. Vannak saját zenéid, vagy szerzel saját zenéket?
letöltöm őket, és így vannak. Igen. Ajj, de kár érte! De kár érte! A nagy arc érte! A nagy arcoskodás, de, ugye? Nem voltál ugye, hogy ennek mindig megvan a bőtje, ugye? Hát, aha, hát, értem én. Ahogy képzeld el, hogy szerintem nekem nagyobb a fejem, mint neked egy centivel. Aha. Hát mi van még? Most már, tök mindegy. Hát, most már mindegy. Ugye? Örülök nagyon, hogy játszottam veletek. Nagy az arc, kicsi teljesítmény, ugye, Nani? Hogy van ez? Nem volt az arc, csak mondta a net, hogy... Most elkezdted ásni magad, és még így ásod le magad, igen. Tudod, már így benn vagy a gödörbe, szórják rád a földet, de te még így kaparsz, de lefele mész, tudod. Mondta a Anett, mondta Anett. Menőzgetünk itt a transmitterrel, aztán a 39-ben bedurantjuk az igent. Hogy van? Most mi van akkor, hogy az Anna mindig bénákat választ? Vagy? Igen, hogy van ez, hogy az Anett mindig csak olyanokat választ, akik bénák és nyomorultak, vagy hogy van ez, Dani? Nem, engem kiválasztja, jó voltam, csak nehéz azért ilyenkor játszani, ezt mindenki mondja, de nem akarok emlékezni. Nem könnyű, pedig nagyon szépen indítottál. De most ha ne kezdj el puncsolni, hogy jó voltál Balázs, mert tudjuk, hogy ha még 21 másodpercig kibírod, akkor nem jó voltál Balázs lett volna. Megmondtam, elnyomtalak, mint egy csíket, kb. Ilyenek lettek volna. Hát sajnos. Na, nem baj, majd legközelebb. Dani, nem baj. Egyébként tényleg jól játszottál, nem kevered magad bajba, vagy kicsit lassítasz, tehát erőmön felül kellett volna kaparnom, hogy bármit is kihozzak ebből a játékból. Úgyhogy ez egyébként megnyeretted volna. Egyszer még elkapott. remélem, hogy nem egy sötét sikátor van. Nem. Sokan szeretnék ugyanezt. Főleg a divat szakmában. Igen. Dani, köszi a játékot. De köszönöm szépen. De sajnáljuk ezt. Hello. Sziasztok. Szia. Szevasztok. Hello. Ügyes volt azért, jól játszott. Volt taps 5-0. Nem akartam már magunkat nagyon meghájpolni, de magamat nem, de hát azért az 5-0-át azért gyerekek. Nem. Most mit csináljunk? Ha megy itt, akkor megy. Hát most. Kihúzzuk egy ufát a zenélünk egyen? Muszáj lenne, meg kell vennem egy gyógyszert, olyan migrénem, nem tudok beszélni. Várjál, hát én még be akarom húzni még a dobogót, hogy fel tudjuk rá. Bocsánat, drága hallgatók, elmegyünk egy kicsit ünnepelni magunkat, 3 perce, jó? Beveszek egy fejfájás csillapítót, és mindjárt itt vagyunk. Ez itt a Morning Show. 7:30 múlt, vagy lesz 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez még best stop, vagy az én órám egy rosszul, kérdezi egy hallgató. Nem. Itt vagyunk, ez élő. Jó, az órája azért mehet rosszul. Az igaz. Ezt ne vegyük el tőle, hogy az, igen. Igen, magatok alatt vágjátok a fát, írja nekem. Nagyon jó esemes, hogy kérlek, elmentünk zenélni kész. Szeretünk veszélyesen élni. Igen, Balázs Migrérének 2x2. Igen, Didi, köszönöm szépen. Igen, azt tudom, mit jelent. Na, itt vagyunk most már feltöltekezve, kipihenve, és felkészülve arra, hogy jön a hétvége. És tényleg. Szánkókat elő lehet venni. Az összes meteorológiai állomás, mindenki azt mondta, hogy hétfőn beindul a tél, jön a nagy üzem, jön a havazás. Hétfőn kedden kapunk egy jó kis hideg hullámot. Brutál durva idő jön állítólag. Eddig szórakozott, játszadozott, de most már... De mennyi? Minuszok? Minuszok, hóesés. Beteg bizony. Vagy, mi van? Nem, tüsszentettem egy. Hú, és milyen száraz a bőröd is, hogy ropog. Ugye? Hogy mozog a szád. Még egyszer, hogy ropog, várjál, hogy mozgass meg egy kicsit az arcodat. Meg nagyon fura volt egyiket a hangja most. Az ó, anyja, Feri, úgy, adok krémet. Tényleg nagy a baj. A kezemet bekenném. Nem is értél oda tegnap? Hova? Nem jöttél végül? Éjfél, mondtam neked, éjfélig dolgoztam. Ez egy akkor már nem érdemes. Oda meg már, igen. Meg úgy, hogy azért föl kell kerni, még hogy ilyen szemét állatok vagyunk, hogy egy órával később jövünk be, azért így is föl kell kelni korán. Úgyhogy nem is indultam el. Na, meg szerintem... kár, hogy nem jöttél. Éjfélkor pont ugyanolyan film lett volna egyébként az a rétes. Most mi bajod volt azzal a rétessel? Hát ezt nem is értem. Hát ez egy tök jó rétes volt. Igen, jó volt az. Neki, hogy volt rétes egyáltalán. Jól nézett ki. Úgyhogy én nem voltam. Tudjátok, kikkel találkoztam? Két olyan legendás, most figyelj, mert én meg a foci. Hát, hogy így vagyunk. De két olyan legendás játékossal, Rutka Jánossal, mi van? Most miért nevetsz? Ja. Olyan jó. Hát figyelj, bocsánat. A Rudi az legenda.
Na, ő Rudi és Liszter Krisztiánnal. Na, hogy rendben van. Na, képzeld el, két ilyen emberrel beszélgethettem, és tök jó volt, hát ugye én magam izgultam jobban a történet miatt, hogy rámegyünk-e arra, hogy mi az a jobbkész szabály, vagy milyen szabálynak hívjuk, előny szabály, vagy valami van a fociban. Ilyen. Van, lesz, vagy ilyen. Lesz, ilyenek. Na, mondtam, hát ugyanígy voltam velük is, mondom, nehogy erre rámenjünk, de aztán nagyon jó beszélgetés kerekedett belőle, és két rettetesen szimpatikus arc, ők ugye a Fradiban nyomták nagyon-nagyon jól, és aztán pedig a német bajnokságot nyertek kint csapattal. Bizony. És olyan jó fejek voltak, két ilyen, hát nekem ikon, még akkor is, ha nem vagyok egy foci. Hát a Krisztián az még mindig nyomja, a Rudi az meg menedzserkedik. Így van, tudomásom szerint. Igen. Ő ugyanolyan kihívásokkal küzdik a nyakát tekintve, mint Balázs a fejét. De nem, csak ő legendása. Igen, hosszú. A Lisztes, hol játszik a Lisztes? Játszik. Kérlek szépen, Soroksáron, igen, harmad, mások, osztály. Harmad osztály. Harmad, és pont azt kérdeztem tőlük, hogy és mi még a cél, és mondta, hogy följutni a másodosztályba. De ez halál komolyan, mondta, hát harmad osztályban. Levezetget, de... Hát ezt persze, már csak így tudod, gondolom én, hogy hobbiból, meg hogy ne essen ki, meg van valami étterme Újpesten, azt magyaráztott, hogy azt csinálja, és akkor, hogy most harmad osztály, de nagyon küzdenek, és ő halál komolyan gondolja, hogy az lesz élet egyik legszebb pillanata, amikor a Soroksár a másodosztályban fog focizni. Hívjuk őket. Megvagy. Focizunk velünk is, igen. Megvagy. Rém szimpatikus két ember volt, tényleg jó volt. Igen, helyes a Lisztes, igen. Hát amikor a Lisztes játszott, akkor én még jártam Fradi meccsre. Nem voltam soha fradista, csak az osztályból néhányan. És akkor volt, az egy nagyon-nagyon jó Fradi volt, amikor a Grasshoppers játszott itt, és utána a Grasshoppers vertük meg egyébként külföldön. Rommá verték a szöcskékeket. Rommá, talán először kezdtünk kint idegenben, vagy hát kezdett a Fradi, mert nem vagyok fradista, a Grasshoppers ellen, és az lett 3-0 Fradinak, és akkor utána jöttek ide. És akkor volt a Lisztes, a Simon, a Telek, a Lipcsei, tehát az a nagyon nagy Fradi volt. Ez egy akkor. Jó csapat volt. Azóta nem tudom, hogy kik játszanak, meg hol vannak, meg hova sodorta őket a történelmi forgószél, de akkor nagyon szerettük, és nagyon játszunk. Telek Manci, ugye, mint hátvéd, a Simon szintén, ugye, ez szenzációs csapat volt, és akkor idejött a Grasshoppers, és itt is megvertük őket, és úgy jutottunk tovább. Ez nagyon jó Fradi volt. Az akkor. Idegenbeli győzelmük után láttam olyan gólörömöt először, hogy valaki a hasán csúszott a füvön, és annyira megmaradt bennem, hogy komolyan mondom, hogy bármikor, amikor ilyet látok, nekem mindig ez ugrik be. Ha kim voltak, és akkor, ahogy Balázs is mondja, Rommá verték, és talán egyébként pont a Lisztes volt az, aki hason csúszott, és akkor így nekem ez rettenetesen bejött. Tehát így néztem, és mondom, basszus. Kérlek, azt is megmondom neked, hogy a Grasshoppers ellen kint idegenben a Vince Otto az biztos, hogy gólt lőtt. Abban biztos vagyok. 90, hát ezt nem tudom, 94, 95, 90, nem tudom pontosan, hogy mikor volt, de a Vince Otto lőtt gólt. Méghozzá úgy, hogy bal oldalon futott, visszaúzta a labdát, és becsavarta a hosszúba. Erre a góra konkrétan emlékszem. Ez azt hiszem kint történt. Tehát ez idegenben. És azt hiszem két ugyanolyan gólt lőtt. És azt még valaki még egyet. Na, és az 3-0. És azt 3-2 vagy 2-1-re nyertünk itt, vagy kaptunk annyit, de végül is továbbjutottunk. És hát akkor ugye egy ilyen továbbjutás az nagyon nagy dolog volt. Meg írgalmatlan pénzt. Meg írgalmatlan pénzt keresett akkor ezzel a Fradi, igen. Meg maga az egyesület. Csak nagyon nagy örület volt. Te meccsen olyat nem hallasz. Nem tud úgy senki káromkodni, hogy a meccsen káromkodnak az emberek. Annak olyan hangulata van, hogyha életedben nem voltál meccsen, egyszer ki kell menni. Voltatok már egy ilyen bármilyen foci meccsen valaha? Mit tudom én, egy MTK Vasas, vagy Vasas Fradi? Á, ilyen nagyon, nem, én Békés Csaba meccsen voltam. Békés Csaba meccsen? Mert de ott a B közép nagyon szép erős. Tehát ott nem tudod, hogy honnan jön belőlük. Tehát, hogy tudják összefűzni azokat a gondolatokat. Pedig nincs más, csak a bíró, az anyukája, a játékos, a kétballábasság, és ezt úgy tekerik, hogy az tehát sírsz a röhögéstől. Tehát, hogy ezt nem jutna eszedbe olyan szófordulat. Miközben ugye önti be a tökmagot és a szotyit, az egyik oldalon. De tud úgy beszélni, hogy szotyizik, ugye? Tehát, hogy egyik oldalon be a szotyi, másik oldalon ki a héja, és közben ő beszél végig. Az hagyján, van, aki úgy beszél, hogy persze itt teszi be és itt köpi ki, de van olyan, aki bekap egy marok szotyit, és a szájában a marok szotyit megpucolja. Azért ahhoz mennyi szotyit kell lenni, hogy ennyire rutinos legyen. Fogja, marokba kijön, szájba berak, látod, hogy bal oldalon rá, ő bal, de... Jön ki és folyamatosan. Jézus, mi vagy te, egy hántológép? Vagy hogy csinálod ezt? Szenzációsak. És hát az a bíró, amit ott kap, meg a partjelzős. Ugye a partjelző sokszor ott rohangál előtted. Elképesztő. Elképesztő. Én nem tudom, hogy bírják ezt. Ki lehet ezt zárni, hogy ott bent... Muszáj. Már hogy bíróként, hogy bírod?
Igen, hogy bíróként, meg partjelzőként. Hát. Nem mindenki tudja kizárni, de szerintem mondjuk a bírók, partjelzők azok inkább. Hát egy-egy játékosnál azért van, amikor elszakad a cél. Most hátra bíró. De nem mindenki kantóna. De most bíróként kifutsz a pálya szélére, odafordulsz a közönségnek, és azt mondja, anyátok, hát nem. Nem tudom, hogy mit csinál. Sárgalapot. Ja. Nem? Aztán még egyet, utána kiállítod őket, és mindenki haza. Nem tudom, hogy a bíró mit csinált, hogy a partjelző kiinthet-e, vagy ha őt dobálják, vagy amikor kiszólhat-e, vagy kimutathat-e, nem tudom. Szerintem nyilván semmi. De a bíró, ha bírót megtámadják, vagy megdobják, vagy valamelyik játékos, akkor a meccset is lefújhatja akár, tehát a veszélyben van. De egy partjelző elkezdene fölmászni a kerítésre, és szőrületzásztóval a kezébe, és nagyon verekedne. Felszagad meg gyertiglát, és kidobálna. Azért az picit fura lenne. Na mindegy, hát ez igen. Az nagyon nagy dolgok voltak. Mennyien vannak most kint egy ilyen magyar rangadó? 400-an, 500-an? Mennyien? Van olyan. De az már menő meccs. Az már menő meccs? Persze. Hát azért akkor már tényleg a felcsút játszik idegenben. Ahol már 600-an vannak. Idegenben nincsenek, csak ha otthon, mert akkor kimegy a falu. Nem? De akkor videóton ellen játsz. Igen. Itthon dönthetlen volt a Grasshoppers ellen, valaki azt írja. Csoportmeccs volt, nem ért továbbjutást. Lehet. De azt tudom, hogy akkor őket összesítésben levertük. Tehát, hogy valamilyen körön túljutottunk úgy, hogy túljutott a Fradi, úgyhogy a Grasshoppers megverte. Jó van, megyünk egy kicsit hírezni. Jó, Óven bácsira, Beru nénire már nem lehet jelentkezni, de mit szoktunk, teljesen meg vagyok zavarodva. Mondd azt, hogy lehet. De mi van ilyenkor? Óven bácsi, Beru néni, persze, ám, csak 3-4-8 lesz. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3-4-8 múlt 3 perccel. Ez a Morning Show Soft. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Morning Show Light, igen. Ma egy picit öreg urasat nyomjuk. Akartok egy kicsit nosztalgiázni? Igen. Ezután jó Jack Ho után. Megtaláltam a Ferencváros lőtt gólyait a Grasshopper szellem, amit még a Knézi közvetített. Egyébként szenzációs. Leírja nekünk valaki pontosan, hogy történt. A történelmi hűség kedvéért az Anderlecht ellen oda-visszavágó jutottunk be a BL csoportkörbe, ahol a Grasshopper, a Real Madrid és az Ajax Amsterdam volt az ellenfele a Fradinak. A Grasshoppers idegenben legyőztük 3-0-ra, Vince Otto 2 gólt adott, itthon pedig döntetlen ellenük. Aha. A Real és az Ajax természetesen legyűrt minket. Így történt. Hát ez már történelem. Na, csak hogy közvetített a Knézi, szenzációsak egyébként a gólok. Szólunk? Aha. Van meg. Szólunk, csak máshol. De hol szól? Nem tudom, én be itt nálam. Kicsit piszkáld meg. Na. A technológia az. Mi van? Miért nem szól? Anyád, én nem szólsz te. Ezt érted? Jó lukba vagy. Tessék? Jó lukba. Mindig jó lukba. Nincs rossz lyuk, Feri. Nem értem a kérdést. Tehát, hogy nem értem, hogy jön ez ide, de ha már ezt megkérdezed, azt gondolom, hogy Feri, nincs rossz lukk. Szoktatás kérdés. Vagy kompromisszum, vagy megbeszélés. Ha nagy a szerelem, minden belefér. Igen. Hol vészel? Hol vészel a hangunk? Hát a másik oldalra, és nem is rossz Vince Ottónak. Vince Otto még jó a csel! Gól! Ez volt az első. Gól! Ez volt az első. Vince Otto a második fél időben, mintha kicserélték volna. Kicsit és én remélem, hogy ez lesz az újjászületés. Ja, a következő Vince Otto gól. Nem volt a vezető. Becsúszás. Jakin. Megfogja! Emberek! Megfogja! Igen. 2-0! Figyelj, jön a következő Vince Otto gól, ez volt a második. Egy támadásból indított. Jól fejelik ki a labdát, Lisztesém. Nyilas indul meg előre. Nyilas, Lisztes, nagyon jó. Vince Otto jön! Lerántják! Nem lehet lerántani! Ott a csel! Ho-ho! 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 Vince Otto! Ezek a Vince Otto kétszer csinálta meg ugyanazt a csel. Kétszer. Hát kérem szépen! Csel, nagyon nagy. Három a magyar igazság, és ez a fiú ma este egy nagy játékos lett. Na jó, lekapcsolva, nagyon zúg, régi felvétel. Vince Otto! 3-0 arányban vezet a Ferencváros a Grasshoppers ellen.
Hát igen. Milyen, nézi, milyen jó volt, nem? Igen. Nagy idők voltak ezek. Igen. És ezután a meccs után mondták azt nagyon sokan Svájcban, hogy vesztek, ti még föl frank alapú hitel. Igazuk van. És a Reál ellen egy-egy? Egy-egy, az se gyenge azért. Jó. Az se gyenge. Na mindegy, jó van. Oké, Óven bácsizunk, Beru nézünk, csak egy kicsit nosztalgiáztunk. Itt van már is a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Balázs, hello, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggelt. Szia. Hello, honnan hívsz minket, Balázs? Én most jelenleg Csövörre, ott dolgozok, de egyébként Budapestre. Budapesten, mit dolgozol, mit csinálsz? Hát most én eladó vagyok, de egyébként hétvégi foglalkozás vagy játékvezetés. Játékvezető vagy tényleg? Igen, hát igen, akkor igen. Neked ezek nagy pillanatok lehetek. Nagyon-nagyon borzasztóak. Na, és kapsz hideget, meleget gondolom, nem? Inkább a hideget. vagy a meleget, nem is tudom, melyik jobb szóra. Nem tud jó lenni. Tehát nem lesz, szerintem bíróként nem lehet, bármennyire is jó, vagy bármire is odafigyelsz, valakinek az úgyis rossz lesz. Valakinek a kárára tévedsz mindig. Pontosan ezt tanították is, hogy igazából nincs jó ítélet, mert ez a másik csapatnak nem fog tetszeni. Igen. Csak hogy miket kapnak a bírók, figyeld, jött egy ilyen SMS, két hete a Fradi haladáson a Spori felsegítette egy földön fekvő haladás játékost. FTC szurkoló. Ez az te köcsög, vidd haza és büfisztesd meg. Igen, de pedig nem tett más, mint felsegített egy játékos. Tehát, hogy azért ebbe belekötni, nagyon jó. Igen, ezeket mindig egy párbeszédnél, hogyha valakitől például figyelmeztetünk egy súlyosabb szabálytalanság után, és mondjuk nem adunk lapot, akkor is megkapjuk ezeket, hogy mi délutáni landét beszélünk meg mit tudom én mi. Tehát nem nagyon fegyelmezzünk. Te kiszólhatsz egyébként, ha valami olyat hallasz, vagy visszaszólhatsz? Nem, semmiképpen. Sőt, esetleg egy fizikai kontaktnál se üthetek vissza. Mi azért edzünk, hogy gyorsabban fussunk, ha kergetnek. Igazából nem lehet semmit visszaszólni. Tehát nem szólhatok vissza. Nem, a partjelző se, ha megdobálják, vagy neked kell, hogy szóljon? Nem. Igazából hátat se fordíthat a pályának. Tehát nem szabad sajnos. Én voltam olyan meccsen, ahol az első gólt a hatból a hazai csapat. Ő szerintük lesből szerezte meg a jobb oldalt nézelődő védők pedig belógott. Mindegy, én onnantól kezdve öreg fiúk meccs volt 2x35 percig. Én nem mondom, mit kaptam, hogy a zászlót applikálnák nekem análisan, meg tehát nem tudsz valamit csinálni. A legrosszabb az, amikor ez az ember mögém állt, és például egy alapvonalon kirúgásra gurult labdát, megmondta, hogy nehogy szögletet mutass meg, mert ez és ez lesz. Hát persze, tök jó, neki lett igaza, mert kiugást kellett mutatnom, csak ez neki olyan jól esett. Hogy megfélemlített elvileg. Igen. De hát úgy ő is tartja velem az oldalazást, ő is halad velem, úgyhogy végig mondta. És a meccs után van, úgyhogy megvárnak? Vagy nem, még sose volt. Még a meccs, ez az ember, akit most konkrétan mondok, ez meccs vége 5-5 perccel már a többieknek köszönt. Na jó, most akkor nekem mennem kell. Tehát nem vártak még meg engem. Tehát ilyen nincs. Aha, mert azért szerintem van egy-két bírókra, egy biztonsági őrrel kell elmennie, vagy elhagyni a pályát. Hallottam már olyat, akit meglátogattak az öltözőben megkérdőjelezni, aztán egy labda nélkül kapott egy fejest. Azért az mi, amikor megverik a bírót. Na jó van, Balázs, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj! Na hát. Ez a teszádból milyen jól hangzott, mi mondtuk volna, nem lenne hitele. Mutatjuk, mit érnek el, figyelj. Az minden volt a hegyekbe, na. Hegyekbe fönt. A meg is hegyekbe fönt. Hát ez nem biztos. Ja, Istenem. Így van a címét, tudtad, a hegyekben fönt. Egy jó kis hip-hop boys? De jó. Na jól van. Hát Balázs, ez jól sikerült. Ajándékcsomag megvan, sapka is benne van, nem vettünk ki semmit, úgyhogy minden oké. Jó? Szuper, nagyon jó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Küldjük neked. További szép napot akkor. Köszi, ciao. Köszi, szia. Hello.
Mindig jön a Mikulás, kapunk leveleket, nem? Igen, nagyon örülünk neki. A Lisztes gólt még meg akarjátok hallgatni? Nekát! Milyen? Hogy ne? Szerintem azután volt a hasoncsúszás, tehát hogy ez nekem... Otto, mondtam én, hogy itt még minden pillanat nagyon nehéz lett. Még akkor is, ha a Ferencváros támadásai azt sugalták, hogy itt a második félidő könnyebb lehet. Nyilas! Még ez is jó! Még ez is Lisztes lőd már be! Bent van! Emberek! Vezet a Ferencváros! Bent van! A krízi mennyit tudott ez hozzátenni, nem? Tehát, hogy mennyit számított? De jó ég! Ez volt az első. Bravo! Nagyszerű a támadás! Gyönyörű a középreadás! Ez az átlépés szenzációs, és Lisztes estében is bekotorja! Nem, az SP is ott volt. Mi az SP? Lisztes SP-ben is bekaparja? Igen. 2 perc, pontosan 8 óra, jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra, múlt pontosan 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és van egy-két közlekedési hírünk is. A Dombóvári Molkútnál egy bodri kiskutyus sörök forog, mindenki vigyázzon, szállító küldte nekünk. A Szentendrei úton befelé a szokásosnál is nagyobb a dugó, az Omszkitóig áll a sor, és kezd az M0-ás is visszadugulni. Ezt István küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-as Miskolc felől Nyíregyháza irányába 182-es kilométernél kamion az árokban, valószínűleg elaludt, mert a nyíregyházi oldalon átszakított a szalagkorlátot. Csevi küldte nekünk, te jó Isten. Pest felől jött, igen, átszakította a korlátot, és átjött a másik oldalra. És jöttek szembe is? Atya Isten. Egyedül van a kamion? Mit ír a hallgató? Azt írják, hogy bent van az árokban. Aha. Az árokban landol. El sem tudom képzelni, milyen az, amikor mész az autópályán, nem? 130-en nyugodtan, szépen, kényelmesen, kicsit így finoman szenderegve, nem? És balról, ahonnan semmi. És balról, igen, amire nem vársz. És csak megjön egy kamion úgy, hogy átszakította a szalagkorlátot. Ez borzalmas lehet. Tehát az a kivéthetetlen. Tehát ott vagy mákod van, és pont nem vagy ott, vagy ha ott vagy, akkor az... Ott nincs olyan, hogy ügyes vagy. Igen, ott nincs, ott se fék, se félrerántás, az nem tudsz hova menekülni. Tudsz, kemény. Ott nem. Hát ott lélek jelenlét, igen, vagy elrántod, vagy elvisz téged is, igen. Öcsödön, a nagyködben fehér Suzuki Swiftből lézersow van. A ködre jól lehet lézerrel vetíteni, tudod, a szórakozó helyeken is mindig a ködgép beindul, és akkor a zöld pászta azon megy. Lehet, hogy így gyakorolnak. A ködön szállítják tovább? Igen. Csinálják a hangulatot, a feelinget. Igen. Na, itt még közben tippeket kapunk, hogy milyen közvetítésekbe hallgassunk bele, majd csinálunk egyszer egy ilyen adást megint, már megcsináltuk egyébként egy-két évvel ezelőtt, amikor a nagy klasszikus közvetítéseket megmutattuk újra, ugye Egerszegi, Erik az angolna, meg a Paliknak egy-két összösszenetét, és hát nem szabad elfelejteni az egyik nagy kedvencemet, a Lédere Rákos, amikor ugye a hoki meccset közvetít, és hát ott egy volán meccsen picit úgy érzem, hogy nem sikerült megőrizni a riporteri objektivitást, ugye. Igen. Egy ilyen bunyót közvetít. Nem, hát nem a magyar tűnt pártatlannak, persze, de... Nyilván a volajátékosának drukkol, de az, amikor már buzdítja a játékost arra, hogy öld meg, verd meg, jól csinálod, szép volt, megérdemelte a verést, ő kívánta. Nem, mi lehet, hogy még 9 óra után meghallgatjuk, érdemes egyébként. Vannak tényleg jó dolgok. Hát a Knézinek az Erik az angolnája, az szintén egy nagy klasszikus. Ugye az adásban nem került, az csak kijutott valahogy, azt egy ilyen archívba akarták rögzíteni, amikor a Knézien, ugye Erik az angol, én nem is tudom, melyik országnak az úszóját közvetítette. Afrikai ország volt, ugye? Afrikai országból jött, igen, de hogy nem volt 50-es medencéjük se abban az országban, és 25-ösben edzett Erik az angol. Nem, valami szállodának a medencéjében. Igen, egészen konkrét. Egy medence volt az egész város vagy országban, ő ott edzett, majdnem belefulladt, és ugye hát a Knézi ezt így közvetíti, miközben szól a Pesten ülő kollégáinak, hogy írják ki archívba, meg vegyék föl, meg ezt tegyék el, meg szenzációs, de úgy közvetíti, hogy nincs adásban. Tehát, hogy közben csúnya szavakat mond, benne kicsit káromkodik, nagyon, nagyon szórakoztató, nagyon vicces, majd ezt is meghallgatjuk egyszer. Na, viszont amiről akartam beszélni, egy kicsit komolyabb, pénteken mi nem szoktunk komolyabb témákkal foglalkozni, mert azt gondoljuk, hogy úgy kell elengedni a hallgatóinkat, hogy jókedvűen menjenek el, de most úgyse volt túl sok mindenről szó itt az elmúlt egy órában, úgyhogy egy kicsit komolyabban is beszélgethetünk. Ugye, nyilván ti is hallottátok ugye a héten annak a kisfiúnak az esetét, elég szomorú történet, egy 10 éves kisfiú, akit a villamos gázolt halára, 4-es, 6-os vonalán,
És én ezt a kisfiút egyébként többször láttam, ő évek óta harmonikával pénzt koldult. És állítólagosan a családjával tette ezt egyébként évek óta. Kiküldték, ment, nem volt más választás, ezt nem tudjuk. Ugye aztán a gyerek édesanyját szegényt hát előállították, elengedték, kórházba szállították, szóval sok minden történt. De hogy van ez, hogy nem nagyon hallod azt, vagy nem nagyon hallasz arról, hogy például Budapesten intézkedések lennének az ügyben, hogy aki például gyerekkel teszi, vagy gyerekkel koldul, azt valahogy szankcionálják. Tehát amíg például ugye a hajléktalanokkal most zajlik ez a mizéria, ami zajlik, hogy ezzel most kiért egyet, ki nem, vagy ez jó elintézési mód, ez ugye nyilván mindenkinek erről is megvan a véleménye, de hogy például, amikor te gyerekekkel látsz koldulni valakit, akkor amellett mindenki úgy megy el, mintha ez a világ szinte legtermészetesebb dolga lenne. És nem nagyon hallott, hogy próbálnák szankcionálni, hogy kimenne hozzájuk a gyámügy, hogy rendőrökkel jelennének meg, semmi. Állsz a piros lámpánál, több olyan pontja van Budapesten a fővárosnak, ahol rendeltetésszerűen, vagy a kezében van a gyerek, vagy ott sétál mellette a gyerek, vagy csinál valamit a gyerek. Vagy csecsemő. Na, láttam. És úgy tűnik, mintha senki nem tenne semmit. Hát ez legalább annyira súlyos, ha nem súlyosabb, mint az, hogy egyébként hajléktalanok vannak, akik most nem lehetnek már bent a belvárosban. És hogy nagyon nem hallasz semmilyen intézkedést. Hát lehet, hogy aztán intézkednek akár hetente többször is, csak egyszerűen nem találnak rajtuk fogást. Tehát valószínűleg nincsen állandó bejelentett lakcím, nem tudják hova kézipesíteni az idézéseket, becsukni nem csukhatják be őket, gyereket lehet, hogy nem tudják elhelyezni, nem tudják tőle elvenni. Tehát, hogy... Na de mégis, ha például van egy koldus maffia, akik úgy koldulnak, hogy gyerekeket használnak föl erre, és tudjuk, hogy sokszor ezeket a gyerekeket Magyarországról, vagy Romániából hozzák, vagy a szülőket belekényszerítik, és a szülőknek ki kell küldeni a gyereket is, mert ha nem adják le a napi bevételt. Tehát ezt nem lehet felszámolni? Vagy ez ellen nem lehet valamit tenni? Hát nem Indiában élünk, ahol már leszállsz a repülőről, és már ott kilépsz a repülőtérről, és 10 gyerek rángatja a pulóveredet, hogy adjál neki pénzt. Hogy ez nem hallom, hogy bármi is történne. Nem? Hogy és közben szörnyű. Igen, mert ő azt mondhatja valószínűleg az a szülő, aki a gyereket erre felhasználja, hogy én gondoskodom róla. Van hol laknunk, kap enni, és egyébként meg velem van az utcán, mibe tud belekötni. Igen, miért legyen? Ugye? Vagy hol legyen? Otthon egyedül? Igen, otthon hagyjam egyedül? Nem, velem van. Igen, és én egyébként itt vagyok, és kéregetek. Tehát, hogy marha nehéz megfogni a dolgot. Nyilván, ha valaki odaáll, és látja, hogy egy anya a mínusz 10 fokban télen, reggel 8-tól este 8-ig kint áll ezzel a gyerekkel, azért szerintem megfogható az a történet, de valószínűleg ők meg tudják, hogy hogyan kell ez ellen védekezni, hogy azt mondod, hogy van lakásom, tudok hova hazamenni, etetem a gyereket, és nem hagyom egyedül. Miért vagyok én rossz anyuka? Mit mond erre? Igen, nincs, valószínűleg nincs eszköz a kezükben, meg én azt gondolom egyébként, hogyha ezek a gyerekek meglátják, hogy jön egy rendőr, vagy meglátják, hogy jön valaki bármilyen hatóságtól, akkor nyilván trenírozva vannak arra, vagy fel vannak készítve, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani, el kell szaladni, ne várják meg, amíg elfogják őket, de ez felháborító, amikor azt látod, hogy csecsemővel a kezébe kiír egy táblára, és elképedve látom, hogy emberek pénzt adnak. Ez nem is hiszem el. Hát, mert hogy mit csinálsz? Tehát, hogy, hát, hogy tudsz segíteni? Hogy nem adsz. Én mindig azt mondom. Tehát amíg te ezeknek a szülőknek, akik gyerekekkel koldulnak, pénzt adsz, addig jó holnap is visszajön. Ha ezeknek a gyereke szülőknek egy hónapon belül senki nem ad, akkor a koldus maffia nem fogja őket kihajtani, vagy akkor más eszközt választanak, érted? Tehát azzal, hogy adsz, ezzel tulajdonképpen életben tartod ezt a dolgot. És támogatod, mert ha ő ma összeszed 1000 forintot, akkor holnap is kiküldik, hiszen azt mondták, hogy te ma összeszedtél 1000 forintot, nem adok soha. Tehát, és nem is hiszek abban egyébként, hogy ez neki megy. Azt hiszem, hogy napvégén ezeket az embereket, gyerekeket egyébként a legtöbb esetben valahol összegyűjtik, elveszik a pénzüket, adnak nekik valami kis pénzt arra, hogy megéljenek, és egyébként ebből nagyon sok ember nagyon-nagyon jól él. Az a baj, ha nem adsz, akkor logikus, amit mondasz, de hogyha nem adsz, a maffiával teszel rosszat, tehát a maffiának nem adsz pénzt. Viszont ezt az embert lehet, hogy aztán este megverik, vagy visszaviszik adott esetben Romániába, nem lesz megjelentése, elveszik tőle a gyerekét, lehet, hogy a gyereket külön kényszerítik koldulásra. De ez egy látszat megoldás, hogy mi adjunk, és akkor ezt megoldjuk. Hát azzal, hogy mi adunk, azzal tartjuk életben. Tehát nekünk az lenne a feladatunk, hogy ne adjunk,
szerintem, vagy ne ebben a formában segítsünk, mert a segítésnek azért sokfajta lehetőség, vagy sokféle lehetőség lenne, és azoknak, akik ezt feladat, ezt megpróbálják felszámolni. Én azt sem tudom, hogy például mivel altat el egy csecsemőt 8-10 órán keresztül a kezében. Kérlek, szépen mondom neked, erről volt egy cikk, alkoholnak hívják azt a barátot, aki mondjuk egy egyéves gyereknek a mindennapi betevőjét jelenti reggeltől kezdve. Gyakorlatilag félig alkoholmérgezésben vannak olyan gyerekek, akik félig alkoholmérgezésben töltik el a napjukat. Az azt jelenti, hogy körülbelül egy hónap múlva függő lesz a gyerek, és életében nem fog ebből kijönni. Arról nem beszélve, hogy ezt egy egyéves szervezetet hogy tesz tönkre az alkohol. Nem mozog, nem nyöszörög, nem panaszkodik. Nézze meg, jól van. De akkor mi a jó, hogy adsz? Nem, az én nem jó. Vagyok biztosabb, hogy az a jó, ha nem adok, csak azon szoktam gondolkodni, hogy mi a fenét tud ilyenkor csinálni az ember, hogy nem, hogy akkor valamennyit adsz, vagy kevesebbet, vagy hogy? Tehát mi a megoldás? Az se jó, itt a megoldás az nyilván egy hatósági intézkedés lenne, amire meg mindenki fölkaphatja a fejét, hogy olyan itt nincs, és akkor igazán is van. A mi hatóságunké, és mondjuk annak az országnak a hatóságai, ahonnan ők jöttek. Jönnek. Ja. De neked igazad van abban, hogy ez valóban radikális és hatékony lenne, csak a Jani érve meg emberileg üti ezt azzal, hogyha nem adsz pénzt, akkor őt meg fogják este verni, elveszik a gyereket, érted? Nem kapják vissza a papírjaikat, mert sok esetben ugye begyűjtik tőlük az összes igazolványt, mindent. Itt vannak egy számukra idegen országban, gyakorlatilag semmi nélkül. Esténként van, hol mondjuk aludniuk, meg kapnak valamennyit enni. De egyébként tökéletesen ki vannak szolgáltatva. Nyilván ezek a gyerekek persze nem önszántukból csinálják, tehát hogy nem, persze, hogy ne, hát ezek valahova tartoznak, valakikhez akarnak tartozni, meg akarnak annak a csoportnak, csapatnak felelni, tehát hogy ebben sok itt inkább minden a szülők van. Szerintem. A szülők azok, akik ebbe őket belekényszerítik, az a koldusma fő, aki tényleg bántja őket, fizikai kényszert alkalmaz, a gyerek akkor azt mondja, hogy inkább megteszem, ne bántsatok, ő is akar valahova tartozni, de hát azért én nem hiszem, hogy azért, mert ezek a gyerekek mondjuk az nem tudom, a nevelő otthonokból megszökdösnek, akkor ezt valahogy nem lehet megoldani, vagy felszámolni, nem? Hát azért ez az, hogy becsukod a szemed és pénzt adsz, és ezzel senki nem tesz semmit, miközben itt most megy a Herce Hurce például a hajléktalanokkal kapcsolatban, nem? Nyilván közben persze nem lehet utcán koldulni, azt is próbálják szankcionálni, vannak erre különböző törvényjavaslatok, de mégis azt látod, hogy felhasználják a gyerekeket, igen, az és a kimennek, és ott vannak. Az a megdöbbentő, hogy vannak olyan esetek, és nagyon sok ilyen eset van, hogy ezek a gyerekek, akármilyen milyen, tényleg megdöbbentően hangzik is, de ezek a gyerekek így még jobban érzik magukat, mint mondjuk adott esetben egy romániai gyerek otthonban. Na jó, de hát akkor ezen is el kell gondolkozni, tehát ha a gyermek otthonból mondjuk Magyarországon megszökdösnek a gyerekek. Ja, nem. De mondjuk, hogy magyar gyerekekről beszélünk. De szerintem a magyar gyerek otthonokkal ilyen probléma nincsen. Hát de még sincsenek ott, hát mégis elszöknek, mégis elcsatangolnak, hát akkor azon is érdemes elgondolkozni, hogy milyen szolgáltatás van ott, nem? Honnan egy gyerek mondjuk meg akar szökni? Vagy nem érzi jól magát? Én nem tudom, én csak gondolkozom, amikor tényleg ilyet látsz, hogy tudod ennek elejét venni? Vagy mit tudsz te csinálni, hogy mit tud az ember csinálni? Mert mi egyébként, akik segíteni akarunk, szent meggyőződésem, hogy a segítségünkkel tartjuk életben az egész rendszert. Nem? De ez így van, csak nem nagyon tudsz alternatívát nyújtani. Tehát még egyszer mondom, nem nekünk kéne lépni, hanem valakiknek, akiknek ez a dolga. Egyébként azért azok az emberek, akik nagy átlagban ott ülnek kint, azok, és akkor most megpróbálok óvatosan fogalmazni, olyan szellemi nyomorban élnek, érted, hogy önmagának sem jut eszébe ez ebből való kitörés lehetősége. Nem tudja, hogy hova kell menni, mert biztos, hogy ha ő besétálna a rendőrségre, hogy itt vagyok, uraim, a koldusmafia áldozata vagyok, itt van az egyéves gyerekem, és minden nap arra kényszerítenek, hogy kolduljak, akkor valószínűleg kapna segítséget valahonnan. De hogy ők nem jutnak el idáig, olyan félelemben élnek, attól, hogy este megverik, attól, hogy visszaviszik Romániába, vagy ahonnan hogy jön. Inkább megcsinálja. Hogy inkább megcsinálja. Igen, én láttam már nagyon sok, láttam kisgyerekeset, mondom, hogy tényleg nem Indiában, vagy Pakisztánban vagyunk, vagy valahol máshol Ázsiában, Kínában, vagy Tájföldön, tehát ez Európán, Budapesten. Láttam kisgyerekeset, láttam ilyen 8-10 éveset, láttam babakocsival, tehát hogy tulajdonképpen az összes formáját, amiről szent meggyőződés, ami nem akarnak más csinálni, mint egyébként a gyereket eszközként felhasználva a te lelkedre hatni, hogy akkor adjál pénzt. Csak részvétet akarnak kelteni. Hát persze, ez erről szólt. Vagy például, amikor ilyen különböző mozgásszervi betegségekkel, mozgássérültekkel, hiányzó végtagokkal koldulnak, én például azoknak se adok. Tehát arról is azért nagyon sok cikket olvas az ember,
ami ugye arról szól, hogy ezeket a gyerekeket, ezeket a felnőtteket, ezeket 5000, 10000, 15-20000 forintért adják, veszik, mint másik egy kabátot, vagy mint egy cipőt, és hogy direkt ilyen embereket hoznak mondjuk el Romániából, akiket aztán ki lehet állítani, írnak neki egy kis táblát, és akkor ott fél lábbal ott egy mankom összeszed mondjuk 3-4-5000 forintot, amiből aztán pont 200 forintot tart meg, a többit pedig elveszik tőle azok az emberek, akik mint a 600-as mercivel rohangálnak. De hogy igen, nem tudom, hogy mi lehet a megoldás, vagy mit lehet csinálni. Van egy hallgatónk, aki betelefonált, a UNICEF Magyar Bizottságának gyerekjogi igazgatója, Anna, igen? Jó reggelt! Hello, Szilvi, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Ránézek mindig, hogy kihív minket, most láttam, hogy olyan hosszú, nem is tudom, titulust írt ide azon, jól mondtam? Hello! Abszolút, teljesen jól. Hallgattál minket, hogy miről beszélünk? Igen, és hát ugye pont tegnap előtt volt a Gyerekjogok Világnapja, úgyhogy talán ennek kapcsán is érdemes egy kicsit, és mi nagyon örülünk neki, hogy foglalkoztok ezzel a témával. Hát főleg sajnos most ugye van ennek egy szomorú aktualitása, és az ember nyilván gondolkodik, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Igen. Vagy mi a megoldás leginkább? Mit gondoltok erről? Kíváncsi vagyok. Hát ugye egyrészt az nagyon fontos, hogy világszerte nagyon sok szervezet törekszik, hogy az emberek figyelmét felhívja arra, hogy nem szabad a gyerekeket kizsákmányolóknak, tehát hogy akik tényleg tárgyként használják ezeket a gyerekeket koldulásnál és minden egyéb formában pénzt adni, mert hogy ezzel fenntartjuk tulajdonképpen ezt az ipart, ami a gyerekeknek a koldultatására vonatkozik. Magyarországon nagyon kevés adat van arról, hogy hány gyerek dolgozik koldusként, mert nagyon sok egyébként az átfedés is, tehát hogy azok a gyerekek, akiket koldultatnak, azoknak egy jelentős része például a prostitúcióban is érintett, vagy a kábítószerkereskedelemben is érintett, vagy a gyerekkereskedelemben is érintett, és nagyon nehéz megmondani, hogy tulajdonképpen hány gyerek van Magyarországon. Én épp reggel olvastam tök véletlenül az albán adatokat, ahol azt mondják, hogy a gyerekek közül minden ötödik érintett valamilyen formában ezzel a gyerekkoldulással, és például Indiában, csak az indiai fővárosban 50000 gyerekkoldus van, akiknek az állati átlag életkora 5 év, és az sem ritka, hogy 2 éves gyereket, ezek nyilván utca gyerekek, akiknek se anyukája, se apukája. Hát és igen, meg ott picit más azért a helyzet, ott az ember valahogy nem is azt mondja, hogy jobban elfogadja, de nyilván se lehet elfogadni, de amikor ilyet látunk itt Európában, egy európai fővárosban, aztán az meg pláne nem tudja az ember hova tenni, de akkor te is azt mondod, hogy aki ad, az tulajdonképpen életben tartja? Tehát a megoldás az onnan indítva, hogy nem adunk? Hát abszolút fontos lenne nem adni ezekben a helyzetekben, mert hogy tényleg ezt tantja fent az ipart, és ez egy hatalmas nagy üzletággá nőtte ki magát. Az elmúlt években 2 ilyen a gyerekek rovására kifejlődött iparág van, ami nagyon komoly veszélyt jelent. Az egyik a szervkereskedelem, amely másik pedig a gyermekkoldultatás. Ha csak például Albániát nézem, ott egy nap alatt a gyerekek több pénzt adnak az ő futtatóiknak, ha szabad így fogalmazni, mint az átlagos tanári fizetés abban az országban. Tehát, hogy az embereknek megesik a szívük rajta, tényleg azt gondolják, hogy ezek a gyerekek magukra fogják fordítani ezt a pénzt. Abban bíznak, hogyha most pénzük lesz, akkor utána eljutnak iskolába, mert hogy azért sosem szabad elfelejtkezni arról, hogy ezek a gyerekek iskola helyett, meg játszás helyett, meg kint állnak az utcán, helyett, igen. Állnak kint az utcán. Van erről valami adat, hogy ezek kik ezek a gyerekek? Nyilván vannak tartva valahol? Vagy a gyámügy intézket vethat? Vagy ha például meglát egy ilyen gyereket, aki mondjuk éppen nem rohan el, mert 10-ből 9 gondolom elrohan, akkor mit tud csinálni a rendőrség, vagy a gyámügy, vagy mi van a kezében? Hát ez nagyon fontos, hogy nem csak lehet, hanem kell is ezek áll szemben fellépni. Ugye Magyarországon nagyon kevés az utcagyerek, de azért nem, tehát azok a gyerekek, akik az utcán élnek, de azért van nagyon sok szökött gyerek. Például az európai kutatások azok azt mutatják, hogy a gyerekkoldulásból élő gyerekeknek egy jelentős része intézetből szökik, tehát hogy éppen szökésben van abból a helyből, már régen nem a családjában él, de gyerekotthonból, nevelőszülőkből szökik, és hogy az alatt az idő alatt, amíg ő nincs felnőtt felügyelete alatt, az alatt a koldulásból tartja fent magát, aminek ugye hihetetlen kockázatai vannak, mondom még egyszer, tehát hogy önmagában a gyerekkoldulás sem jó, de az, hogy ezek a gyerekek belekerülnek ezekbe a bűnszervezetekbe, mert hogy ez itt az esetek döntő többségében nem családok azok, akik futtatják a saját gyerekeiket, vagy együtt koldulnak a gyerekeikkel, hanem az esetek 85-90%-ában ezek bűnszervezetek, akik
akik erre kifejezetten erre jöttek létre. Itt hogy, most bocsánat, az egyedülálló gyerekekről beszélsz, vagy olyan gyerekekről, akik mondjuk intézetből szöktek meg. Mi van azokkal a szituációkkal, amikor egy anyát látsz a gyerekével, ha tételezzük fel azt, hogy ténylegesen a gyerek kapcsolatban van, hiszen olyanról is hallottunk már, hogy egy vadidegen nő egy vadidegen gyerekkel csinálta ezt, tehát mondjuk egy karon ülő egyéves gyerekkel. Olyankor mi a helyzet? Olyankor is értem azt, hogy ne adjunk pénzt, de mi a következő lépés? Hát ugye Magyarországon a rendszerváltás óta a koldulás, vagy legalábbis a szabálysértési törvényben a koldulás az nem. Cselekmény cserébe gyerekkel való koldulás az büntetendő. Tehát hogy mondjuk, hogyha valaki kisgyerekkel áll kint és koldul, akkor akár a rendőrség is be tud avatkozni, de hogyha van utcai szociális munkás, aki ezt észreveszi, mert ugye a gyámhivatal, ő nincs jelen az utcákon, tehát ők bent ülnek a hivatalokban, de ilyenkor kell ugye mindig elmondani, hogy mindannyian részei vagyunk a gyerekvédelmi jelzőrendszernek. A gyerekvédelmi törvényünk azt írja, hogy mindenki, akinek gyermekbántalmazás veszélye jut a tudomására, vagy felmerül ennek a gyanúja, hogy valaki bántalmazna, akkor jeleznie kell, és ugye az nem is kérdés, hogy a gyerekek koldulás, vagy a gyerek koldultatása az bántalmazásnak számít. Ilyenkor felhívni a gyerekjóléti szolgálatot, vagy a család. Na most a szociális munkás azért a mafiának nem fog neki menni, tehát a szociális munkás látja, érzékeli a helyzetet, hogy ott a gyerek meg az anyja. Ezt jelenti a rendőrségnek, akik oda mennek, és azt mondják, hogy menjen haza? Vagy mi történik? Hát ugye a mínusz egyedik lépés, vagy a nulla számú, tehát az első számú probléma az, hogy Magyarországon visszaszorulóban van az utcai szociális munka. Tehát, hogy egyre kevesebb szakember van az utcákon, aki akár a kábítószerben érintett, akár a koldulásban, akár az egyéb módon veszélyeztetett gyerekeket tényleg észre tudja venni. És nyilván nem az első, hogy hopsz, elkapom a grabancodat és becipellek a rendőrségre, hanem megpróbálni valamilyen bizalmi viszont kiépíteni, mert hogy tényleg az van, amit mondasz, hogy 10 gyerekből 9 elszalad, hiszen ez a megélhetése, mert hogyha 5000 forintból 200-at tart is meg, pont az a 200 lesz az, amiből megveszi a zseméjét. Összeget lehet mondani, hogy Magyarországon körülbelül egy évben mennyi pénz folyik be oda a maffiához? Nyilván találgatás, de egy körülbelül mit lehet? Európai becslés van, egy tavalyi becslés, ami azt mondja, hogy bűnszervezetenként, gyerekenként évente 15 ezer és 30 ezer euró közötti jövedelem. Mi történik akkor, amikor mondjuk elfogják, vagy elkapják a grabancát egy ilyen gyereknek, és mondjuk beviszik a rendőrségre? Mi a következő lépés külföldi állampolgár, meg magyar állampolgár esetében? Mi történik ezekkel a gyerekekkel? Hát ez baromi komplikált, mert hogy ugye attól függ, hogy a gyerek egyáltalán hogy van itt, hogy egyáltalán, hogyha külföldi, akkor mi a státusza, hogy ő úgynevezett kísérő nélküli kiskorú, tehát hogy benne él a világba mindenféle családtag nélkül, vagy menedéket kér, vagy menedékes, vagy gyerek otthonból szökik. És ez egy nagyon hosszas procedúra, ami Magyarországon több hatóságon folyik keresztül. Egy kijelölt hely van, ahol a külföldi gyerekeket, akik egyébként például menekül státusz kérnek, tartják, ez fut, de vannak más helyek is, ahol gyerekeket elhelyeznek, és hát ugye az az első szabály, és ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az a gyerek, aki koldul, az is elsősorban gyerek. És akkor, amikor és amíg 18 éves nem lesz, addig ő gyerek, akkor is, hogyha nagyon felnőttesnek, nagyon durvának, nagyon önállónak tűnik, akkor is ő elsősorban gyerek, és amikor bármit teszek ebben az ügyel kapcsolatban, akkor elsőként ezt kell szem előtt tartanom. Tehát, hogy úgy kell megpróbálnom neki segíteni, és áldozatként kell rátekinteni, akit kihasználnak, akit kizsákmányolnak. Hát igen, nyilván ez egyértelmű, persze nem ő a hibás, tehát hogy hát persze tudod, csak amikor oda megy a rendőr, akkor nem ezt fogja látni, hanem azt fogja látni, hogy hups, elkaplak, mert biztos zsebes is vagy, meg biztos ezt is csinálod, meg azt is csinálod, meg megtalálom a füves cigit a zsebedbe, és egy másodperc alatt ott találja magát a 14 évnél idősebb gyerek a szabálysértési őrizetbe, meg az elzárásba, és akkor 30 napon keresztül, mint a befőtt tárolják, ahelyett, hogy segítő módon állnának hozzá ez a történethez, mert hogy abból speciál semmit nem tanul a gyerek, hogyha nyakon vágják, de ha megpróbálják megtalálni azt az okot, hogy miért válhat áldozatává koldulásnak, prostitúciónak, igen, csak igazi segítséget meg nem tudnak neki nyújtani valójában, mert mit csinálnak? Visszatoloncolják az országába, akkor ott ugyanúgy előbb-utóbb megint belekerül ebbe a körforgásba, mert gyakorlatilag semmi esélye nincsen arra, hogy tanuljon, munkát szerezzen, nincsenek szülei. Magyarországon gyökértelen, tehát itt meg hova adsz ki egy 17 éves gyereket? Igen. Olyan magyarországi cégek nincsenek, amit például Angliában csinálnak? Ezt hallottam, ez nagyon tetszett ez a történet, mert nem is tudom, hol hallottam. Londonban azt csinálják, hogy van egy olyan cég,
aki gyerekeknek ajánl munkát, és megpróbálják őket kiemelni. Nem kapnak pénzt először, csak szállást és ételt, és ha jól dolgoznak, jól ügyesek és megfelelnek, akkor előbb-utóbb bejutatják őket valamilyen biztos munkahelyre. Tehát, hogy megpróbálják őket kiemelni abból, kicsit megtanítani, betanítani őket, és a tehetségeket kiemelve adják aztán tovább munkahelyeknek. Ilyen törekvések nincsenek Magyarországon? Hát Magyarországon ilyenek nincsenek, és azért ez korlátos, mert hogy 15 év alatt gyerek nem dolgozhat, mert az nem gyerek, ez más irányú, de szintén gyerek. Most a fiatalokra gondoltam, nyilván nem a tehetségekre. Ugye a fiatalok esetében ez nagyon-nagyon fontos, ugye ez minden mindennel összefügg, ez nem egy új információ, de hogy azok a gyerekek, akik koldulásból élnek, akik nem járnak iskolába, akik nem tanulnak szakmát, akik munkanélküliként kezdik az életüket, tehát hogy azok gyakorlatilag automatikusan nincs más esélyük, mint hogy egy kriminális bűnöző életpályát választanak, és utána ebből élnek. Tehát minden olyan lehetőség, ami ezeket a gyerekeket hozzásegíti ahhoz, hogy akár szakmájuk, akár tudásuk, akár végzettségük legyen, az borzasztó fontos, és ezt igazából állami szinten és szervezet szinten, tehát rendszer szinten kellene csinálni. De hát ugye a másik kérdés az az, hogy mit kezdek azokkal a 6-8 éves gyerekekkel, meg a még kisebbekkel, hát akiket nagyon szeretnek ám utcára rakni, mert kinek ne esne meg a szíve azon, hogyha egy ilyen indul. Igen, és ugye ezeket már így szocializálják, azok már ebben nőnek bele, hát utána meg már 5-10 év utcán töltött idő után meg már nehéz őket átszocializálni. Igen. Hát kérdés, hogy mi a megoldás. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Szilvi, hogy telefonáltál, úgyhogy hallgatsz minket. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. A UNICEF Magyarország Bizottság gyerekjogi igazgatója volt, aki hallgatott minket és betelefonált. Tulajdonképpen ő sem tud konkrét megoldást, ugye? Nincs. Tehát, hogy beszéljük, meg mondjuk, meg mondunk róla dolgokat, meg beszélünk róla, de nagyon nincs megoldás. Egyre hajlok a te által a hogy ne adj pénzt, adj el ételt, ha van valami a kocsitban, szerintem. Igen, három kiflit. Három kiflit, két zsömbre. Azzal nem tud mit csinálni, a maximum tényleg belenyomja a gyerek kezébe, és megeszi a gyerek. Igen, ugyanakkor a János felvetés is ott van, de mondjuk nyilván háromszor megtörténik ez, és most ezt rossz kimondani, hogy akkor három embert megvernek este, mert ne verjenek meg senkit, de hosszú biztos, távon az működik, amit nem hosszú mondasz. Távon jó, és azért szerintem az adásban sokszor egyébként nem is igazán az adás van, hanem a saját lelkiismereted megnyugtatása. Tehát ezek a 100 forintok sokszor szólnak ám arról, hogy jó, adok, becsukom a szemem, kvázi nem veszem észre a problémát, ami ott van az utcán. Tulajdonképpen megnyugtatom magam, hogy én is tettem valamit, meg kicsit jobb akkor most nekem a lelkiismeretemnek, aki egyébként ülök a meleg autóban, vagy felszállok a tömegközlekedés, és nagyjából minden rendben van az életem. Tehát ez az adás, ez sokszor inkább erről szól. Tehát ha valaki valójában meg akarja ezt oldani, vagy megpróbálja, annak a legkevésbé ez az eszköz lehet a kezében. Tehát szerintem. Akkor odamész, beszélgetsz, földerítesz, jelentesz. Nyilván nem te, mint egyedül most itt, mint egy ilyen Sherlockot nekiállsz, és akkor leköveted a gyereket, nem erre gondolok, csak ez valójában nem valódi segítség. Sokszor ezek a ablakon kinyújtott 100 forintok, ez ilyen adtam, és akkor az én lelkem már megnyugodt. Hát igen. Hát igen, csak hogy segítsél úgy, hogy az utcákon, ahogy egyébként most is hallottuk, és ez is köztudott, hogy egyre kevesebb a szociális munkás, egyre több az olyan, vagy egyre kevesebb az olyan ember, akinek egyébként hivatásszerűen kellene, meg egyébként szeretne is ezzel foglalkozni. Igen, nehéz megoldás. Beszélni kellett róla. 3:49 lesz pontosan 7 perc múlva. Kicsit megcsúszva jönnek a hírek. Ha valaki szeretne hármasugrásra jelentkezni, megteheti, SMS számunkat tudjátok, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 8 perc van pontosan, 9 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Egy kicsit komolyabb témával foglalkoztunk, de kell ez néha. Kell ez néha, mert két olyan ember meghalott, aki tud valamit tenni, akkor már. Ugye jó volt azon utcán kolduló gyerekekről, és tényleg elsősorban gyerekekről beszélgettünk, akik ellen nem nagyon tud az ember mit csinálni, belső megfontolásban nyilván pénzt ad, mi a megoldás, mit csinált az ember, mi a rendőrség feladata, gyámügy feladata, és volt egy nagyon érdekes telefonálónk, ugye Szilvi betelefonált a UNICEF Magyarország gyerekjogi igazgatója, aki hallgatott minket, jelezte, hogy szeretne hozzászólni, nagyon jókat mondott. De hát ugye kiderült azért, hogy itt óriási pénzekről van szó, és ezt felszámolni szinte lehetetlen tulajdonképpen. Az ember a maga szintjén tud valamit csinálni, ez pedig az, hogy nem pénzt ad, hanem valami mást. Az illetékesek pedig próbálják megoldani a dolgot. Na, hármasugrást játszunk. Jó, dedikált sapka, egéralátét, önmagába visszahajtható szatyor, tele vagyunk ajándékokkal, és itt is van a játékos is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Enikő, hello! Hello, sziasztok! Hát szia. Én nagyon örülök, hogy játszotok veletek. Ó, régóta vadásztál ránk? Nagyon. Na, mióta? Hát
nagyon régóta, és soha nem sikerült, és most 20-as skálán örülök. Egy 20-as skálából 20-as vagy most jelen pillanatban? 10-esből 20-as. 10-esből 20-as. Hány SMS-t írtál? Sokat már? Sokat, sokat. Rengeteg. Uh-huh. Hát igen, igen, sokan írják, hogy olyan, mintha nem is látnánk. Húlt meg a hangom, de nagyon örülök. Még majd, ha jönnek a kérdések, akkor milyen kemény lesz. Honnan hívsz minket, Enikő? Balatonról. Balaton? Ott úsz vala, Balaton. De mit csinál, ott élsz? Hát itt élek, igen, itt születtem. Nem itt születtem, Pesten születtem, de itt élek. Számomra Balaton olyan hely, ami szinte csak nyáron létezik, nem? Tehát ezt nem tudom értelmezni, hogy hogy laknak emberek Balaton fenyvesen télen, nem? Tehát egy teljesen értelmezhetetlen, pedig nyilván ugyanakkor irigylem őket, mert ilyenkor azt a nyugit, na, hát inkább irigyeljetek bennünket, mert itt igen, itt nyáron nagyon-nagyon nyűzi, télen viszont nagyon nagy a pihi. Úgyhogy itt nagyon jó. Balaton melyik részén? Északi part? Déli part? Északi. Ezt ő északi állomás, elmondom nektek. Hát az északi télen még szebb is, mint a déli part. A déli part is nagyon jó, de a miénk a legszebb magas part. Igen. Igen, viszont a déliről látszik, tudod? Tehát, hogyha ott mondja, ki lesz. Délen nincs semmi. De onnan látszik az éjszaki. Onnan látod az éjszaki. Éjszaki part jóval izgalmasabb. Mit dolgozol, Enikő? Mi a foglalkozásod? Ápolónő vagyok, de jelenleg háztartásbeli. Ez egy szép, szép hivatás. Jól van, szoktak menni a kérdés, a válaszok? Általában igen. Csak hát az ember... reméljük, most is fognak. Most is fognak menni. Az első kettő biztos. Na, pont ezt akartam kérdezni, igen? Menni fog. Az első kettőnek mennie kell. Mennyi lesz? Szerintem igen. Hát, ránéztem az első. Nézd, nem így, tudom. Nem lenne odaírva, picit azért így megállnék. Pillanatra el kéne gondolkoznom, már az elsőn is. Na jó, nézzük, Enikő, hogy megy. Jó, így ne szól. Kapkodj. Okay. Így szól az első kérdés dedikált Egér alátétért. Igen? Hány sávból áll Ukrajna nemzeti lobogója? Ennek nem csak. Hány sáv? Csak én nézegetek mindig atlaszot. Én azt gondolom, hogy elsőre ezt bekérdezted. Tehát ez egy kettes kérdés, aláírom. Elsőre nem gyenge. Tehát azért az... Hát nem. Még csak nem is színeket kérdeztem, hanem sávokat. Három? Kérdezed? Igen. Akkor nem. Ne, mondtam. Hát ez a baj. Ajajajajaj. Nem kellett volna. Azért mondom, hogy kérdezed, mert... Kettő, de én csak. Mondtam. Kettő csak. Nem azt mondta, hogy mondta, hanem azt mondta, hogy kérdezi. De hogy tulajdonképpen bemondtál. Most félreértettük egymást. Nem, én értem, mit mondasz, hogy te azt mondtad, hogy kérdezted. Csak ugye, na, hát... Na, menjünk tovább. Én játékon kívül szívesen. Az a baj, hogy ha az ember bemond egy rossz megoldást, akkor azt így nehéz elfogadni. Ez rossz volt. Hát igen, a két sávból áll ez, a kék és a sárga. Tulajdonképpen. Nem mondom, hogy elsőre könnyű, de hát fene se tudja, hogy kinek mi a könnyű. Enikő, mit csináljunk veled? Hát annyira szeretnék valamit. Figyelj, egy dedikált autogramkártyát azt tudunk neked névre szólót küldeni. Na, ehhez mit szólsz? Annak is nagyon örülök. Annak csak tízesen. Körbenéztem, hogy most mit tudnánk neked adni, aminek örülnél. De itt körülöttünk így nincs. Hát a malac persejünk van, de az tök üres. Azt kifosztották a malac perseit. Igen. Hát ha tele van, akkor nagyon örülnék. Van egy fél croissant. Az enyém. Köszönöm, nekem van egy fél zemlém, átajánlom érte. Na, cseréljünk akkor, küldjük el egymásnak. Jó, Enikő, egy autogramkártyát akkor küldünk neked, csak belé. Jó, rendben. És Szabit nem lehet menni. Szabit? Szabit. Ja, Szabit, ugye? Szabit. Ja, ez egy freudián szólás volt megint. Figyelj, tudod, itt sosem arról van szó, hogy mi sajnáljuk, mert egyébként nem. Tehát, hogy nekünk na, ez... Na, akkor ne sajnáljátok. Nekünk ez semmi nem kerül itt. Ugye mindig az a nehéz, hogyha mondjuk hétfőn az ember belefut egy olyan játékosba, aki szintén elhassal, és ő is sapkát kér, akkor neki milyen alapon mondunk majd nemet, miközben pénteken azt mondja, hogy de hát pénteken is küldtetek az Enikőnek, tudod? Tehát, hogy nem vagyunk mindig következetesek, nem azt mondom, de törekszünk rá, hogy próbáljunk azok lenni. Jó, van, akkor majd egy fű alatt, jó? Hogy senki ne tudja róla. Jó, jó. Jó, persze! Valamit kitalálunk, jó? Oké, nagyon örülök, hogy játszottam veletek, és tényleg nagyon örülök. Mi is örülünk. És higgyétek el, hogy tudnak a magyarok örülni. Igen, hál' Isten, hát a tegnapi napon... Legalábbis itt a Balaton partján.
Jó, jó ezt hallani. Hát a tegnapi nap hallgatója kapott könyvet, étterem utalványt, mozi egyet, ezt majdnem bebőgött adásba, annyira nem örült. Nem értett, hogy ember hogy tud így nem örülni. Hát hihetetlen, én azért mondtam, én bárminek örülök, én annak örülök, ha légybe repül a lakásba. Mondjuk, az már a másik véglet. Ha? De igen. Akkor viszont sűrűbe hívunk, ha te ilyen vidám vagy. Igen, akkor én nálad egy kicsit depressziósabb vagyok. Igen, ezért már én sem tudok elmosolyodni. Jól van, Enikő. Na, vigyázz magadra. Jó hétvégét. Kész, nektek is. Köszönöm a játékot. Sziasztok. Hello, ciao, ciao. Hello, ciao, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Helyes volt, nem? Könnyű jó bulit csinálni náluk. Hoztam egy legyet. De még mindig inkább ilyen legyen, mint a tegnapi naphallgatója. Örülsz? Igen. De mész kajálni? Jó. De mész moziba is? Oké. Okay. Tudsz könyvet is olvasni? Köszi. Azt hittem megölöm magam. Kecskemét felé az 52-es út felújítás miatt 40-es korlátozás, előzni tilos, és elég nagy a dugó. Ráadásul egy kamion valakit leszorított az útról, és majdnem baleset lett, úgyhogy ott mindenki figyeljen, küldte nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Egy perc múlva 9 óra, Peti hetesünkkel jövünk a hírek után. 4:10 lesz pontosan, egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Tét Trafi méghozzá a csárdánál a pápa felüljövőket méri. Kenyeres Tomi üzente ezt nekünk. Budapest nyugati Vác között 35 perc késés, és még nem vagyunk ott, írja Laci. Laci, nézzük a jó oldalát, 35 perc késés. Szinte olyan, mintha nem is lenne, nem? Azt az még 2 óra is, mire beértek. Szóvűl lennék itt, nem? Uram, hát értem a kérdést, 35 perc a máv esetét. Nem? Te nem, múltkor 45 volt. Azok mit szóljanak? Fejlődünk, hát nézzük a jó oldalát. A 12-es út Vác felüli végén aszfaltozzák a körforgalmat, a sor már Verőcéig ér. Gratulálok nekik, a reggeli csúcsban kell ezt csinálni. Szép napot, ide nekünk egy hallgató. És reagáltak néhányan az előző játékosunkra is. Ugye Enikő nagyon helyes volt, mondta, hogy mindennek körül, mikor berepül egy légy is. Erik írja, hogy mi lehet Enikőjéknél, ha 2 légy repül be a szobába. Hát igen. Igen. Csak hát most mondjuk ugye már nincsen évada, a legyekne. Tehát, hogy érted? Nagy a szomorúság most a Balatonon. Igen. Ha jelennék a naphallgatói, annyira örülnék neki, hogy beugranék hozzátok Annának puszit adni. Gábor mondta. A tegnapi naphallgatója biztos Kimi Räikkönen volt. Egyébként igen. Több év hallgatottság felétek 0 beolvasott SMS, 0 játék és 0 ajándékcsomag. Ez az utolsó napom itthon, mert holnap reggel irány Ausztria. Ha beolvassátok nekem, az is elég. Üdv a... Hát, érzem én a nyomást, meg a zsarolást, de hát sajnos naponta több ezer ember mondja el magára, hogy nem olvassam be ez a SMS-ét. De most ezt, ha te most ma hallgatsz minket utoljára, akkor... Na akkor legyen. Ez nem elírás egyébként? Ausztria, nem Ausztrália? Mert hogy az Ausztria nekem azért nem tűnik annyira tragikusnak. Már olyan tekintetben, hogy nem lehet majd minket hallgatni. Szerintem ott azért még nekünk azt mondja, hogy valamelyik osztrák autópályáról folyamatosan küldenek még. Mindig. Hát útinformokat. Igen, meg az online adás. Szerintem az Ausztria-Ausztrália az mindenhol ott van. Vannak azért kapaszkodók. Igen. Na, Peti! Peti! Ő az, aki pénteken megérkezik. Aki pénteken megérkezik, és dalokat ír nekünk, igen. Megnézzük akkor, hogy Peti miről írt. Jó? Legyen így. Milyen hírek történtek ezen a héten, vagy milyen celebek mit mondtak, mit csináltak, mi volt? Nem tudok beszélni. Melyiket tettük elsőre? A múlteti vendégeteket. Toncsit? Toncsit. Toncsi kipakol, gyerekek. Ki? Mindenféle tekintetben. Már hogy ezt? Nem volt, hát kipakol. Ki volt? Hát, voltak? Persze. Volt egy belátása. Így van. De vizuálisan is egyébként nagyon megfelelt az elvárásainknak. Nagyon jó fej volt amúgy, kifejezetten. És volt egyébként egy nagyon korrekt kis érve, amivel nem nagyon tudtunk vitatkozni, mert hát azért kíváncsi voltunk rá, hogy amellett, hogy jön a karácsony, meg hogy fizetni kell a csekkeket, miért ír meg egy ilyen típusú könyvet, és volt egy nagyon jó érve. Miért őt megkérdezték, amikor őt beleírták egy másik könyvbe? Hogy ő valakinek a valakije volt? Megkérdezik? Nem. Akkor ő se kérdezi meg azokat. Jártatok volna híres csajokkal, és kereshetnétek vele mondjuk 10 millió forintot, megírnátok? Őszintén. 10 ezer forintot? 10 milliót. Ja. 10 milliót keresel, és azt mondja neked egy könyvkiadó, figyelj, nem kell nagyon durva dolgokat leírni, ne az úgy nagyot. Írjál magadról, legyen. Most nem a Toncsi könyvéről beszélek, úgy inkább általános a kérdés. Meg írd le az exédet, hogy ki kell. 10 misi. Na?
Ugyan? Hát ha szépen értek véget ezek a kapcsolatok, akkor, nem. Egyrészt nem érdekli őket, másrészt meg nem írnám meg, mert minek. Szépen nem ér véget egy kapcsolat, mert nem lenne vége akkor. Szokták mondani, ez egy bölcsmondás azért, az esetek többségében azért igaz. Van egy kis csúsztatás. De igazad, hogy nem ez a jellemző. Nem, hogy minden rosszul ér véget, egyébként nem érne véget, nem? Tehát hogy ez egy nagy, nagy igazság, de tudom, lehet szépen is elválni, persze, de hogy azért hát az esetek nem többségében ez nem, nem ez a jellemző. Na, na tessék, tízmisi. Na, nem írnám meg. Nem? Nem. Óriás kalandom az opera bálban Kiszel tündével, vagy hát, mi? Ha néz, ha Kiszel volt az exed, azt ne is írnám fel. Szerintem az semmiképpen azt írd meg. Nem, azt ne, azt életre tönkre teszed magad. Azt ne vállald föl. Milyen nagy divat lett ez a kipakolás, nem? Mindenki kipakol mindenkiről. Hát a Hajdú mellogott egyes. Nem a Toncsi. Nem a Toncsi. Igen? Ha most is hallgat minket? De jó. Hát én nem írtam volna meg. Most már Hajdú is írt. Toncsi mit írt? Nem Hajdú, egy hétfőn fog írni, miután volt benne a Katalin nagyasszony. Toncsi mit írt? Bárcsak 10 milla lenne. Nem, azt írt, hogy nem a pasikról itt, és nem kipakolt. Uh-huh. Na így véd meg, hogy milyen jó fej volt. Látod, rögtön ennek. Ez ettől függetlenül. Ha hallgatsz minket, de volt egy pár pasi, akit nem is írt bele. Ki volt az, akivel még volt? Szégyelte? Nem tudom. Most felvonultatom az egyszemet. Jó, nem a Héva nagy lexikot akartam megírni, hanem csak egy kis könyv. Hatozik. Meg ez az első rész. Hát ebből, ha most fogy, akkor jövőre megvan a második. Jön a második rész. Tehát nincs, mert megint írt. Hát, a második résznek mi lesz a címe? Futottak még? Azt mondja, hogy az életéről írta. Aha. Így van, az életéről írta. Nem, de Toncsi, ezt mondjuk mi is, az életéről írtál, amiben benne voltak a pasik is. Már megint írt. Igen? Jani Mesztelen. Tényleg? Azt küldte, hogy Jani Mesztelen. Mesztelen vagyok? Azt igen, írta, a ruhám Jani alatt. Mesztelen. Tényleg? Ha, így van, Jani Mesztelen. Ezt küldte a Toncsi. Kíváncsi. Címe. Az most az jött egy olyan címe. Jó. Lehet, hogy valaki elvette a Toncsi telefonját és írogat nekem? Egyébként simán lehet, hogy mi. A most gyere. Az Ámbó Árpi azt mondja, hogy ő volt a Toncsiban. Hát igen, utána, amikor ezt így mondták a Toncsinak is, hogy állítólag volt, akkor utána már az Árpi elkezdett így, kicsit így, hogy is mondjam csak, hát elkezdte mondani, hogy hát félreértették. Azt állítja, hogy szexelt Bálint Antóniával. Uh-huh. Nem, szerintem csak ugyanaz a fodrászhoz jártak dajáróta. Megint írt. Árpi. Most már Árpi írt. Az lesz a címe a második könyvének, hogy Jani Mesztelen. Aha. Ja. Hát nem lesz hosszú könyv, mondjuk. Jani Mesztelen. Eleje, hátulja, azt bedüdül. Toncsi, ez a vonat már mind a kettőnknek elment, ezt te is. Akkor kellett volna, amikor még a Z plusznál jártál a castingon. Már megint írt. Egy kicsit. Nyomult az Árpi 20 éve, azt írja. Tényleg? Nyomult az Árpi. Milyen lett az Ámbó Árpi Mesztelenül? Az Árpi Mesztelenül. Hát, szerintem... Meg, amikor csajként fekszel állatszobában, és bejön egy törő közöbe Ámbó Árpi? Majd ledobja magáról a törölközőt, oda söndörödik mellé, nyom egy ilyet kis hátrafelé fésülje a kis bongyor cofjait, és bebújik melléd a paplan alá? Szerintem a zavarbejtően hasonlíthat a teste, mondjuk Mark Wahlbergére, akkor, amikor a Calvin Kleinnek volt a modellje. Ezért az Ámbó Árpi Mesztelenül, hát gyerekek, az... Hát, ő nem egy testépítő legenda, nem kell tőle szerintem ezt. Azt írja a Toncsi, hogy nyomult 20 éve, de nem jött össze, akkor még foga se volt. Ez tök jó. Fagyó, jó foga se volt. 20 évvel ezelőtt. Hát Toncsi, legalább nem tett volna nagy kárt. Nem, mert valószínűleg az egy ilyen köztes állapot lehetett, mert akkor már a tejfogai nem voltak meg, a maradatok meg még nem voltak meg. Na mi? Gyermekeim, itt hagylak benneteket. Mi? Hogy? Most? El kell mennem. De miattunk. Tehát szólít egy nagyon fontos kötelesség. Le kell szerveznem a januári futballtornát Julióval. És Julió menedzserével. Úgyhogy hétfőn. Jó? Jó. Mindenki van hétfőn? Igen. Teljes létszám 6 órai kezdés? Persze. Igen? Nem, ne nézzél már, hogy itt találkozunk ma is, holnap is. Holnap konkrétan másfél óra múlva újra találkozom veled, majd együtt töltjük a teljes szombatot. Recept van? Van, persze, majd elmondom, milyen 10-kor. 10-kor föltesszük a Facebookra, ott lehet megnézni. Pieny helyettünk is. Gyerekek, nekem nagyon jó hétvégém lesz. Se, gyerekek, barátok jönnek, főzünk, muli, egész nap. Kihúzod a gyufát, Rákot? Van, aki meg híres lesz, érted a tévéműsorban, van, aki meg ott van. A sarkakat, hát tényleg komoly, hogy jön?
Majd nem, olvastam az újságban. Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni. Meg kell, hogy jöjjél minden nyugat. Ha megmondom, megöllek. Nézd meg, vasárnap este! Jó. Na jó, van, jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatai, jövünk hétfő, mármint hogy én, a fiúk még vissza, a reklám után, itt vannak mindjárt. Jó reggelt, Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Hát meddig bírtad a tegnapi bulit? Elég későn érkeztem, ilyen 4:11 magasságában, úgyhogy... Bocsát, akkor érkeztél oda? Akkor érkeztem meg a céges bulira, voltak akkor még jócskán, bowlingozó kollégák. Kicsúszott az arcán. Hát igazából igen, saját fejükkel döntögették a bábukat. És aztán még egy órát ott elpizzáztunk, meg elbeszélgettünk, elnevetgéltünk, úgyhogy szerintem éjfél körül már mindenki otthon volt. A pirost még láttad, ahogy forradalmasítja a sportot? A bowling sportot? A pirost láttam, de nem sportolt. Már nem csinál? Elfáradt szerint biztos. Meséljetek. Élmény nézni, tehát hogy játszani mellette az nem, az olyan olyankor gyorsan mindenki legurítja gyorsan a saját kis történetét, őt leülve székből nézni, ahogy bowlingozik. Az egy óriási. Menj ma is, megnézem. De meg kell nézned, tehát hogy meg kell nézned, mert hogy nem tudod, hogy mit miért csinál, mi történik, hogy gurítja el odáig, hogy jön össze neki adott esetben egy tarolás, hogy van az, hogy négyszer egymás után nullát gurít, hogy 8 gurításból nem talál egyetlen, és ahogy nevet, és ahogy a bal lába elindul jobbra, nevet. A jobb balra. A piros nem nevet, ő kacag. Ahogy a hallottam azt a nevetést, tehát ez megvolt. Iszonyú szórakoztató. És amikor te hazamentél, vége volt a bulinak, vagy ott még érezted, hogy van? Én éreztem, hogy vége lesz rövidesen, és aztán én akkor elmentem haza. De most mesélték a többiek, hogy aztán ők is taxit hívtak, és mentek haza. Egy vagy egy másik helyre. Hát ez is felmerült, hogy akkor hova legyen a folytatás. De hát látom őket itt korán reggel, úgyhogy szerintem nem volt már folytatása az estének. Balázs elhagyta a helyszínt, és ahogy kitette a lábát a stúdióból, egyébként megérkezett az első zene, hogy Jani betállt a rockot, és Csabi is benézett erre a Creed dalra. Ezt szereted? Én azért néztem be, mert most akkor lesz munkám, tehát ráijesztettetek a hallgatókra, és egy Varga Viktorral vissza kell őket hozni, hogy ezek még mindig mi vagyunk. Mondjuk azért persze, és nagyon szépen köszönjük a főnökség részéről az együttműködést a dologban, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt egy olyan zenekarról van szó, ami az Egyesült Államokban mainstream csapatnak számít. Tehát, hogy ők a populáris rock. Nagyon ezt a titus erősítik. Nem tudta, hogy te mit fogsz betenni. És rárúgtad az ajtót. Megy egy metal! Megígértem neki, hogy nem death metal lesz, de egyébként a Nickelback is hasonló érából érkezett. Csak aztán egy picit elballadásodtak. Puhultak, igen. De nagyon jó volt ez a Creed. Egészségedre hívjuk a nap hallgatóját, Anna. Nagyon jó ajándékaink vannak. Ugye november 23-án egy mazsi koncert lesz, egy jó belépő ide. Plusz éttermi fogyasztás a helyre. Ja, és van a éhezők viadala. Mi ez, könyvtrió? Én bizony. Meg mozi egy is. Megnézhetik a második részt, és elolvashatja mind a három részt a könyvből. Hát elolvashatná. Ha fölvenné. Ő kicsoda egyébként. Sanyi. De milyen SMS-t írt, ami miatt mi? Falomban, azt mondja. Kicsit elutasító vagy, Anna, mióta igen, nincs itt a Balázs. Igen. Jó, értjük. Nyomj egy magentát, Feri. Várjál. Egy magentát? Aha. És akkor látni fogod. Igen. De ha te már látod, akkor beolvashatod. Miért válsz? Nem szeretném elenni a kenyered. Na, Zámbó Árpi mesztelenül Zalatnai Levet között. Azt mondtátok, vidám dolgok lesznek pénteken, és nem horror. Ezt írta nekünk Sanyi. Köszönöm. Már meg vagyok, nézd csak, Viki. Nyugi. Őrizzük meg a nyugalmunkat, mindenki. Milyen zenékkel várod a kiválság műsorban a hallgatókat, Csabi? Hát maradjunk ennél a rokkos vonalnál egy kicsit. Jó. Tényleg én is adok egy lehelletnyit ebből, mert azért Magyarországnak is vannak ám mainstream, piacvezető, mit kell még ilyenkor mondani, rockzenekarai. Többek között a Hooligans, akiket mi nagyon-nagyon szeretünk. Már majdnem rákérdeztem. Ugye? Csak nem a Hooligans. Na, és a Mindörökké szól majd a következő órában. A telefonszámunk 061-555-0000, itt hívhatjátok a Csabit, kérjetek egészen 3-ig, én elmegyek pihenni, a János elmegy találkozni a Balázzsal, és dolgoznak egy szépet. Éljük tovább a közös életünket. Hétfőn reggel 6-kor találkozunk. Recept.
Ja, tényleg. Na, olcsósítunk, mert hónap vége van, meg karácsony, ugye arra már készülni kell pénzügyileg az összes családnak, úgyhogy... Zsíros deszkalilla, hogy már így is van, megkened, rászórod, azt megeszed. Nem, hanem egy póréhagymás pite lesz. A póréhagyma az most dübörög, ugye ősz van. Ez franciául úgy hívják, hogy kis ezeket a pitéket, de ne arcoskodjunk, hiszen én magam sem beszélek a kamion és a nem tudom milyen szavakon kívül. Demijon, köszönöm, Demijon. Ezt kerestem. Úgyhogy egy ilyen póréhagymás szalonnás ügy lesz. Az lesz, köszönöm szépen. Ezt már megtaláljátok most a Facebookon. A mi Facebookunkon, a Morning Show Facebookon. Van még egy. Le Fosmarsa. Szevasztok. 6-kor jövünk hétfőn. Sziasztok.